Létezik több videó! 30 év! 30 év! Szép kerekszám! 92-93 tájékán ismertem meg a zenekart. Kedves osztálytársam az... Aki azt, meg a na már megint ez a Polszektúra kazettákat mutatta be nekem másolt formába. Azon felbúzdulva, hogy én elég nagy Toydolsz rajongó voltam akkoriban, amit nem rejtettem vék alá. És úgy adta oda a kazettát, hogy te figyelj, nem csak Angliában léteznek ilyen idióta ilyen zenék, amiket te hallgatsz, hanem nézd már meg, Magyarországon is van rá példa. Kicsit hallgatgatnom kellett, mert azért nem volt annyira egyértelműen vidám az egész, zeneileg, de a szövegek azok abszolút hozták a szintet. És hát szépen belemászott a fejembe, és nagyon boldog voltam, hogy végre az infantilis punkzene ez Magyarországon is egy legitim műfaj, ebből kérdeztem meg, ki lehet indulni, ebből lehet dolgozni, ezt lehet követni, vagy lehet tovább fokozni, és pár évre rá meg is csináltam a saját idióta zenekaromat, a némi jazzzel, Psychobillyvel keverve. 94 tavaszán jutottam el első Prosektora koncertre. A város tele volt plakátozva, hogy lesz egy ingyenes rockfesztivál, sok metal fellépő közt. Ott volt a Prosektora neve is, fennakadt a szemem. Hát mondom, erre el kell menni, fölültem a cangára, Mátyás Tudorra betekertem a felvonulási térre, és alig vártam, hogy jöjjön a Prosektora. A műsorvezető úgy konferálta fel az együtteseket, hogy ne menjen senki sehova, lesz az este folyamán egy meglepetés is. Mondom, hogy biztos a Prosektora, de jó, nekem már alig várom. Hát nem a Prosektora volt a meglepetés, hanem a T-Mobile. Nekem az nem okozott akkora meglepetést, viszont a Prosektora nagyon tetszett. Lendületes, összeforrt, hitelesen mutatta be az ökörséget. Azt kell, hogy mondjam, meggyőzött. Innentől fogva még jobban követtem a pályafutásukat, és ahol csak lehetett, amikor Budapesten játszottak, elmentem, mint például 96-ban a Fákja klubba is. Abban az időszakban, amikor lehetőséget kaptam a Fazekas Mihály Gimnázium diákjaként, végzős diákjaként, hogy újabbát nem szervezni. A Fákja klubos fellépés végén oda mentem a színpadhoz, odaszóltam a gitáros polgár Tominak, hogy figyelj, lenne egy gólyabál, hello, eljönnétek fellépni? Na persze, mikor lenne? Mondom, mert 15, jó, ráérünk, meg sem szervezve. Talán még egyszer beszéltünk, aztán el is koncertnapja. A bulit azt szénészóról lapoztuk a városba, Moszkva tér, Blaha, meg punk koncertekkel mindenhol volt. Tehát, aki akkor punk volt Budapesten, ahhoz eljutott az információ. Elégett még a Barakka, Kukás mellényes punkzenekar, meg az akkori együttesem az Akasztott denevérek. És elég nagy országba fulladta a buli. 7-800 punk jött el. A színpad egyébként iskolapadokból volt tákolva, aznap volt a 6-osztályos gimnázium felvételi, és a felvételi író diákok közül az üres padokat vittük le a tornaterembe, abból vittük össze a színpadot, a tanárok. Kettő darab felügyelő tanárt vágtak ott az esti folyamára a gimnázium vezetői, és nem voltak annyira helyezett magaslatán, az egyik jobbnak lett az, és ment, úgy az esemény felénél egy tanár maradt, aki nagyobb sikertelenségek közepette, vagy kisebb-nagyobb sikertelenségek közepette, próbálta a helyzetet menteni. A Prosektora koncertvégén végig csak fölkapcsolta a neon lámpát, ezzel elgyűjteni a helyzetet. De jól látszik, hogy milyen emberek jártogattak a koncertekre. Szóval ilyen 7-800 punk eljött, széttörték a WC-ket, összehányták a folyósókat. Eléggé
iskolába. Minek után egész éjszaka takarítottunk, próbáltuk valamit eltüntetni, de mégiscsak az iskolaigazgató fülébe jutott egy, azt hiszem az operába volt éppen, ha valaki felsúgta a fülébe. Kedves Géza, eskatéka volt az igazgató. Mi történik az ország legjobb gimnáziumában? Milyen események zajlanak? Hogy lehet? Hogy majdnem kirúgtak. Egy hajszálom múlt. Az volt a mentségem, hogy az érettségi előtt álltam. Megúsztam egy elég jelentős igazgatói megrovással. A fazékstok sikerén felbuzdulva találtak meg barátaim, hogy kéne csinálni, 97, 96 vége, 97 elején, kéne csinálni egy nagy, ismét egy nagy punkfesztivált. Valami jótékonyságú legyen, és akkor mögé áll egy alapítvány, és ad egy csomó lóvét. Gondolom, mennyit ad? Azt mondják, 300.000 forintot. Mennyi? Ó, akkor mindenkit meghívunk, aki számít. Hívjuk már meg az Aurórát, a Proszektúrát, a Picsát, a Alvin és a Mókuskat, a Macskadrágot, a Barakkát, meg azt hiszem még a Népi Klinika játszott, mert az akasztó denevérek az már akkor feloszlott. Szóval ez volt a Kamikáze 97 tavaszán. Persze az alapítvány kihátrált, drogellenes punkfesztiválként reklámoztuk be. Egyébként egy angol lemezborító is lette a elnevezést, Kamikáze. És Kispesten, a kispesti lakótelep kellős közepén található kispesti Vigadóban volt maga a rendezvény, ahova viszont már egy 1000 punk jött el, és a lakosság nem annyira kultiválta a megjelenésüket, pedig szerintem nagyon emelte a lakótelep fényét, azt a színes összetétel. Úgyhogy kihívták a rendőröket, a rendőrök beterelték a tömeget az épületbe, ahol jó nagy tömegnyomor lett. Természetesen az illumináltság itt is jelen volt, úgyhogy itt is sikerült a frissen felújított művelődési házat szépen a hányadékkal feldíszíteni, meg a poroltot kifújták, nagyon nem örültek az igazgató a művelődési háznak. A Blikk újságírója is megjelent, kétoldalas cikket közölt a rendezvényről. Végül is mondhatni botrányos volt, de nagyon jól sikerült, és lement az első Kamikáze fesztivál. Úgyhogy itt köszönöm meg szépen a Proszektúrának azt, hogy ilyen nagyba hozzátettek a szervezői karrieremhez. 30 év! Hé! Na kérem szépen, mutatnék még egy gyönyörű graffitit. Zugló egyik sikátorából. Proszektúra! 30 év! Hey! Proszit!